Sziasztok újra! A Cundersztárz kézilabda magazin idén is jelentkezik, ugyanis a 15. kézilabda Európa-bajnokság november elején kezdődik. Egy hónappal korábbra hozták a kezdést, mivel majd ugye november végén a foci VB is kezdődik. Egy kis bemutatás, és majd még jövök. Sziasztok! Sziasztok! Pár nap és kezdődik a 15. női kézilabda Európa-bajnokság, melyet Szlovénia, Észak-Macedónia és Montenegró rendez közösen. A tornára 16 csapat jutott ki, közöttük a magyar válogatott is. Az eddigi 14 Európa-bajnokságot 8-szor Norvégia, 3-szor Dánia, 1-szer Franciaország, Magyarország és Montenegró nyerte meg. A magyar csapatnak egy aranyérmen kívül még 3 bronzérem is jutott, 1998-ból, 2004-ből és 2012-ből. A 16 csapatot 4 darab 4-es csoportba sorsolták, ahol a körmeccsek után az első 3 tovább jut a középdöntőbe, az utolsó kiesik. A középdöntőben 2 darab 6 csapatos csoport lesz szintén körmeccsekkel, ahol a végén mind a két csoportban az első és második helyzet jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig játszanak az 5. helyért. Az EB-t 4 helyszínen rendezik, a szlovén Ljubljanában és Celjében, Ljubljanában lesz a döntő is, az Észak-Macedón Skopjében és a montenegrói Podgoricában. Amit még fontos tudni erről az EB-ről, hogy az aranyérmes, azaz aki megnyeri az EB-t, automatikusan kvalifikálja magát a 2024-es párizsi nyári olimpiára, és az első 3 helyezett pedig a dán-svéd-norvég közös rendezésű 2023-as világbajnokságra. Az A csoportba került a magyar csapat mellett Norvégia, Horvátország és Svájc, a B csoportba Dánia, Svédország, a rendező Szlovénia és Szerbia, a C csoportba Franciaország, Hollandia, a rendező Észak-Macedónia és Románia, a D csoportba pedig Németország, Spanyolország, Lengyelország és a rendező Montenegró. Az előző 2020-as EB-n norvég-francia döntőt rendeztek, ahol a norvégok nyertek 22-20-ra, így ők az EB címvédők. A tavalyi 2021-es világbajnokságon szintén norvég-francia döntő volt, itt is a norvégok nyertek 29-22-re, így ők a VB címvédők is. November 4-én pénteken 4 meccset rendeznek, az A csoportból Magyarország-Svájc 18 órakor, Norvégia-Horvátország 20-30 perckor, majd a B csoportban Dánia-Szlovénia 18 órakor és Svédország-Szerbia 20-30 perckor.